harmadik éve hirdetjük meg a Richter aranyanyudíjat, melyen az egészségügyben és az oktatásban dolgozó nők munkájának jelentőségére szeretnénk felhívni a figyelmet, és egyben el is ismerni a munkájukat. Az elmúlt két évben 15 nőnek adhattuk át a Richter aranyanyudíjakat és a velük járó 200 ezer forintos pénzjutalmat. Köztük meseregényeket író magyar tanárnőnek, daganatos betegekkel foglalkozó szakápolónak, szívbetegek életkedvét visszaadó gyógytornásznak, árván maradt testvérét egyedül nevelő sebészeti szakasszisztensnek, mellrákot legyőző orvosnőnek, valamint egy diákjának jótékonysági rendezvényt szervező tanárnőnek. Számomra az a legfontosabb üzenete, miután orvos vagyok, hogy megállunk, és egyszer egy évben azt mondjuk, hogy köszönjük, amit értünk tettetek. Személy szerint azért örülök ennek az aranyanyudíjnak, mert fókuszba kerülnek azok a lelkes szakemberek, akik nagyon sokat segítenek a környezetüknek. A legszebb pillanat természetesen, amikor átadod a díjat, és látod a könycseppet a díjazott szemében. Jó dolog szeretve lenni, meg elismertnek lenni abban, amit csinálunk, és ez szerintem nagyon fontos nagyon mindenkinek. Felnézek ezekre az emberekre. Egyértelműen kiderült az elmúlt két év alapján, hogy ez egy hiánypótló kezdeményezés, fontos, hogy pozitív példákat mutassunk. Ez a Richter társadalmi szerepvállalásának egy meghatározó eleme. Október 2-áig küldd el a jelölésedet a három kategória egyikébe, orvosnő, pedagógusnő vagy egészségügyi szakdolgozó az aranyanyu.hu honlapon keresztül. Fontos, hogy a méltatásával együtt ne felejts el egy személyes történetet is leírni róla, amelyben kirajzolódik a te hősnő kivételes személyisége. Találjuk meg együtt 2013 aranyanyúit!